Sziasztok, asszonyok, lányok! Az elkeseredésem csúcspontja az, hogy már megint vagy 70 ezerszer megpróbáltam fölvenni ezt a videót, és vagy a szomszédok zavarnak, vagy a kamera fog teljesen megőríteni, tehát annyira megőrít, és sajnos, hogy megint elkezdett villogni, de ennek ellenére nem fogok sietni, hanem teljesen nyugodtan fogok veletek most beszélni. Tehát a videó elkészítésének az oka az, hogy egy pár személyes változás történt az életemben, amiért is hiányoltatok a YouTube-on. Az ok az az, hogy elkezdtem júliustól megint dolgozni, ami nagyon-nagyon jó dolog. Részidőben dolgoztatok, és részidőben vagyok anyuka, és ez egy kellemes kombináció számomra. Ennyi a változás. Ennek az eredménye az, hogy hát a lakást ezt egy kicsit elhanyagoltam, úgyhogy még abban a nem létező szabadidőmben is, ami van, állandóan takarítok, főzök, vasolok. Ezt nem kell nektek bemutatni, akinek gyereke van, meg házi állata. Na, szóval ez a helyzet, de azért most összeszedtem magam. Nincs itthon a kislányom, úgyhogy szabadon vehetem fel a videót, és egy párszor szeretnék veletek beszélni. És hogy legyen valami érdekes is benne, készítek egy ilyen Mi van a táskámban videót, remélem, hogy most sikerül, de semmi érdekes nem lesz egyébként. Azok a lányok, akik mindig a könyvajánlóra vártak, most örülhetnek, mert van egy nagyon jó könyvajánlom is, úgyhogy maradjatok velem. Na, tehát a személyes dolog az volt, hogy ugye elkezdtem dolgozni. A másik változás, amit már korábban láthattatok a videómnál, hogy levágattam a hajam, hú, de nagyon érdekes, semmi érdekes egyébként, és lefogytam 4-5 kilót, hogyha csodálkoztok, hogy mennyire, miért nyúlt meg az arcom, akkor ezért. De ezt most nem panaszként mondom, természetesen minden nő szeretne attól az utolsó 4-5 kényelmi kilótól megszabadulni, és most megszabadultam. Na, ennyik a változások. Akkor elkezdem a táskával. Mellesleg, hogyha csodálkoztok, hogy miért változnak a színek, most éppen süt a nap, 2 másodperccel ezelőtt még szakadt az eső, mi itt Németországban megfagyunk, úgyhogy látjátok, hogy vastag kardigánban vagyok, és már csak a sál hiányzik. És pár napja még sapkát is hordtam, úgyhogy rettenetesen hiányzik a magyarországi klíma. Na jó, tehát mi van a táskámban? Láttátok már ezt a fekete táskát, ezt otthon vettem. Nem fogjátok elhinni, a piacon. Mennyibe is került? 2600 forint, azt hiszem. És mégis bőr. Most tudom, hogy ez nagyon nevetséges, mert mindenki azt látta volna tőlem, hogy valami designer táskába fogok rohangálni. Ezt azért nem teszem soha, mert én egy notorikus, mindent tönkretevő nő vagyok. Tehát rajtam tönkre mennek a táskák, tönkre mennek a cipők, tönkre mennek a ruhák, és én meghalnék, hogyha ez a táska nem tudom hány százezer forint került volna, mert előbb-utóbb az lesz a vége, hogy ki kell dobjam. Mondjuk azért még jó bírja. Úgyhogy ez az oka annak, hogy nem hordok designer táskákat. Van egy a szekrényben, amit kifejezetten alkalmakra szedek elő, egy rokobarokó táska. De mint mondtam, sajnálnám, tehát hiába vigyázok rá, nem teszem le földre, meg próbálom nem megkacolni. Valahogy a napok során mindig éri valami szegény táskát. Szóval ez az a táska. Két nagy ilyen belső tere van, és már mindent kipakoltam, mert már az angol videót elkészítettem, és akkor egyszerűen most felsorolom, hogy mi van benne, anélkül, hogy bármi érdekes lenne. Az első ez a kis táska, amiben blokkokat hordok, mit tudom én, ajándékutalványokat, mindenféle papírt, amit korábban a pénztárcámba gyömöszöltem volna bele. Ez egy ilyen pár száz forintos darab, de nagyon jó szolgálatot tesz. A valódi pénztárcám az egy piros bőr, így néz ki. És ez is, mint általában, hamar tönkre megy, tiszta kosz lesz az apró pénztől, tehát én nem merek drága dolgokat használni, mert én síró görcsöt kapnék, hogyha ez drága lenne. Egyébként a pénztárcám belsejében tartok még egy pár, úristen, hogy hívják magyarul, kabalát, amit majd talán egyszer megosztok veletek, de most nincs kedvem rá. Egy pár ilyen Mária medált, meg ilyesmi. Na, ebbe tartom a kártyáknak hívják? Már azt tudom, hogy hívják. Kártya. Azt hiszem.
Bankkártya, igen. Bankkártya, kártya, igen. Ebbe tartok. Akkor van, most egy teljes szétszórtsággal mutatom nektek egymás után, van még egy maradék propoliszos torok-tablettám, mert múlt héten fájt a torkom, és ez a maradék. Akkor van az útlevelem, amit már készítettem az előző videó miatt, és most mindjárt vissza is fogom tenni. Még megtartottam a magyart, ebben a hátsó kis részben szoktam tartani, ami minden táskámban van. Akkor van még egy kis táskám, és ebben gyógyszerek vannak, aspirin mindig van nálam, és ebbe tartom a, hogy mondjam, a különleges napokra tartogatott dolgokat, amikre egy nőnek szüksége van. Most ezt értitek. Tehát ez is egy ilyen pár száz forintos kis darab, és szerintem tök cuki. Akkor van egy papi zsepi tartom, ami így néz ki, és ez az egyik barátnőm adta. Ezt online rendelte valahol, és nem is volt, azt hiszem, annyira drága, de az a lényeg, hogy nagyon kreatív és nagyon cuki, ki lehet mosni, és ebbe tartom a zsepiket, ami nélkül soha nem megyek ki. Én abszolút kontrollmániás vagyok, zsebkendő, és hogy mondják, körömreszelő például mindig van nálam. A körömreszelőt, azt ebben szoktam tartani, ez a neszeszerem, amiben sajnos a púder nem fér bele, úgyhogy mindig keresek egy szép neszeszert, de ne hívottja azt, higgyétek, hogy olyan könnyű találni. A neszeszer most üres, mert már kibakoltam, de most így visszafele fogok pakolni. Ebben van körülbelül 300 hajcsat, ilyen, fekete, barna, még egy fekete. Akkor van egy illatpróba, ez a Narciso Rodriguez for Her, és ez próba nyilván. Az a baj a parfümökkel, hogy amit én szeretek, mind úgy vannak, tehát olyan a dizájnjuk, hogy nem tudod táskába hordani, ezért praktikus ez ilyen próba. Akkor van egy ilyen kis kézitükör, amit ki lehet nyitni, és van rajta egy nagyító és egy az egyhez tükör. Ez is fontos. Akkor van nálam egy szájfény, amit most nem szoktam mindig hordani, de most éppen ez volt bennem, az M&Y-tól. Ami mindig nálam van, a Maybelline Everfresh korrektora, a lightos árnyalatban. Van nálam egy púder, ami ugyanaz a púder, ami a fürdőszobámban van. Nemhogy ugyanaz, de tényleg ugyanaz, tehát nincsen belőle kettő. És most az a tervem, hogy majd egyszer sikerül még egyet beszerezni, csak már pontosan ezt nem lehet kapni, azt hiszem, hogy nyilván legyen egy a táskámon is egy itthon, mert mindig kirakom és beteszem, és ez elég idegesítő. Akkor még van nálam egy Esprit Rouge, amit már láthattatok egy videóban. Ez a Pink Organza, és nem tudjátok elhinni, hogy mennyire szeretem ezt a színt. Lehet, hogy menne is ehhez a körömlakhoz. Nem egészen. Akkor van nálam, nem a táskában volt, hanem tehát nem a neszeszerben volt, hanem a táskában egy körömlak, mert múltkor a vonaton ki kellett javítani a körmeimet, és ezt elvittem gyorsan magammal. Catrice Walk in the Woods az egyik kedvencem. A kedvenc Catrice rúzsom így szétszórva szintén a táskámban. Redskin Salsa. A fehér minimalizált Maybelline szemceruza. A körömreszelőt már mutattam. Körömreszelő, és én így ezt a papírszerűt szoktam használni. Carmex. A púder az az Alverde 30-as bézs, és már majdnem elfogyott. Jó. Akkor most gondolkodnom kell, hogy mit mutattam be nektek, és mit nem. A dezodor az a Garnier Ultra Dry. Na, ebből már beszereztem kettőt. Eddig már eljutottam. Otthon a golyósat használom, a táskában meg ezt. A Florina kézkrémje. Akkor van egy... Úristen, hogy mondják ez magyarul? Egy noteszem, ami magyar, mert a... Hát azért vettem magyart, hogy ne felejtsem el a névnapokat, barátaimnak, rokonaimnak a névnapját. Minden alkalommal elfelejtem, de
jó érzés mégis egy magyar noteszel rohangálni, és ez nagyon táskabarát méret, úgyhogy szeretem. Még otthon vettem természetesen. Van egy fésőm, ami még a nagymamától van, és ez is úgy van, hogy itthon is, meg a táskában is van, tehát csak egy van belőle, és kibepakolom. Értelmes dolog. Nagyon-nagyon régi. Jó. Pénztárcát mutattam. Azt hiszem, hogy mindent megmutattam, ami a táskámban volt. Most remélem, hogy nem ismétlem meg magam, és még nem beszéltem erről. Mégpedig a táskámban mindig van egy könyv. Mert hogy vonattal utazom a munkahelyre, és végre tudok olvasni. És a könyv, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, nem ez, hanem a Dan Brown-nak az Angyalok és Ördögök című könyve, ami németül az Illuminati nevet kapta, de az eredeti angol is Angels and Demons, és hát én szerintem már évek óta nem élveztem egy könyvet annyira, annyira kíváncsi voltam, hogy hogyan megy tovább, hogy ezért örültem, hogy dolgozhatok, hogy a vonaton megint olvashassak. Illetve a munkahely, tehát én mindig korábban vagyok ott a munkahelyen, akkor is olvastam, és amikor bezártunk, mindig a későbbi vonattal jövök haza, hogy nem azért, hogy tudjak olvasni, amúgy is úgy lenne, de van még 3-4 órám, hogy ott üljek és olvassak, tehát nagyon gyorsan kiolvastam azt a könyvet. Tehát az Angyalok és Démonok könyvről van szó, Dan Brown-tól, és valami eszméletlen jó, izgalmas, ugye thriller, de megmondom őszintén, hogy a végétől annyira el vagyok keseredve, hogy még mai napig nem hiszem el, hogy milyen béna vége lett. Tehát, mintha az írót, nem tudom, lecserélték volna egy 14 évesre, hogy írja meg a könyv végét, körülbelül olyan. De a könyv első 9/10 az zseniális. Tehát, akik a könyvajánlóra vártak, olvassátok el, most éppen olvasom a második részt, a Sacrilege-et. A film változata a Da Vinci Code volt, hogyha valaki ezt látta. A férjem azt nem akarta elhinni, hogy én ennyire élvezem ezeket a könyveket, mert szerinte ezek tipikusan férfiaknak való könyvek. Imádtam. Tehát olvassátok el. Még egy dolgot szeretnék veletek gyorsan megosztani, és nagyon villog a kamerám. Nem tudom, hogy te hallottatok egyáltalán-e. Hallottatok-e egyáltalán ilyenről. Nemrégiben találtam, még amikor 30 fok volt, ez egy levendula testpúda. És én pont ilyet kerestem, amiben van egy ilyen pufni. A céget úgy hívják, hogy Bronley, és ez így néz ki. Gondoltam, hogy ezt megosztom veletek, mert egy ilyen szépséget találni komolyan, ez egy unikum. És ez arra van, mint hogy a régi filmekben az ember az arcát és itt a dekoltását bepuderezze vele, és én a levendula illatot választottam, mert imádom a levendulát, és gyönyörű doboza van. És az illatát úgy tudnám leírni, hogy tehát előttem abszolút rögtön egy ilyen régi angol kiskastély jelenik meg, egy gyönyörű rózsás kerttel, rengeteg virággal, egy gyönyörű ilyen régi módi szekrényel, amiben a frissen vasalt ruhák összehajtogatva benne vannak. Tehát valami fenomenális, ezt nem lehet parfümnek mondani, mert ez nem az, de a púder és a levendula keveréke az nálam valami annyira csodálatos és régi időket idéz, hogy ha valahol találtok ilyet, akkor vessetek rá egy pillantást, és hát igen, nagyon nehéz ilyet találni, mert manapság már azt se tudják, hogy egyáltalán létezett ilyen, de én nagyon szerettem, és mióta megvettem sajnos, azóta hideg van, és ez kifejezetten akkor nagyon jó, hogyha tényleg nagyon nagy a hőség, és nem szeretne az ember parfümöt viselni. Úgyhogy várom a nyarat, nem tudom nálatok otthon, hogy van. Az a lényeg, hogy ezt meg akartam veletek osztani, hát ha otthon is van ilyen, és hát nem tudom, hogy mikor fogok megint jelentkezni, mert rettenetes állapotok vannak itthon, úgyhogy ha most ezt kikapcsolom, akkor rohanok a háztartáshoz, és mindenféliket kell csináljak. Az elintézni valami sok, de azért majd megpróbálok jelentkezni. Köszönöm, hogy mindig kérdeztetek, hogy hol vagyok, mi történt, stb. Úgyhogy most imhol ez a videó, nem volt valami hú de érdekes, de legalább volt könyv ajánló. Köszönöm, hogy néztetek, és sziasztok!